Szerintem a piranyák remek példái annak, hogy úgymond apróval a sertől is volt az ember. A cápákhoz hasonlóan piranyák hogy valójában nem is olyanok, mint a piranyákban. Ám mondja ezt az ember azoknak, akik piranya támadások nyomait viselik a testükön, illetve azoknak, akiknek egy vagy akár több családtagjával is piranyák végeztek. Nem akarok belemélyedni és megint ellene menni a szakértőknek, de néhány szakértő azt állítja, hogy a piranyák nem támadnak meg élő állatokat, meg élő embereket, csak is dögöket, erre egy rohadt felvétel van olyanokról, hogy mondjuk egy szerencsétlen módon vízbe pottyant élő madárfiókát, fél perc alatt szétlépnek a piranyák. Nem állítom, hogy a róluk készült filmek tükrözik a valóságot, de annyit tudom állítani, hogy ha nem szörnyeknek, vagy szörnyetegeknek, fight the power! Íme az egyik kedvencem, az Anaconda filmfilm főszereplője, persze csak Ice Cube, Owen Wilson, John Boyle, és Jennifer Lopez mellett. Köszönöm.
We could play something, but don't be rough. Go to a shooting range. My box wet. Excellent choice. Oh dear! Enough!
listát analitikus történetével, amely valamilyen formában az egész világot megszöbbentette, és amelyből a később a kérdés készült. Analitikus egy mélyen vallásos családból származó hétfőzőben volt, akinél 1967-ben, 16 éves korában epilepszia diagnosztizálta. Ezzel nem is volt gond, ám a kezelések során Annalise egyre furcsában és ijesztőbben kezdett viselkedni, plusz azt állította, hogy szellemek, illetve démonok. Sőt, olyan is Ám a későbbiekben sajnos az egyház sem volt képes tenni analízen, így a lány 1976 júliusában tenk. Köszönöm, ez. Fine, be that way. Mások szerint pedig valóban megszállták, hogy lehető mind a megbotránkoztató viselkedése. Ah, yeah! 9. Roland. I'm an arm! Roland felültek a főszereplőjét. You know the puppet modeling agencies? Headshot. Oh, ugh, it stinks like garbage in here! Majdnem headshot. Figyeljétek, most lesz headshot. Oh, headshot! Na, én mondom, headshot. Sokak szerint ez volt az oka annak, hogy Rolandet megszállták a démonok, ami legközelebb mutatkozott meg, hogy a fiú különféle hangokat meg lépteket illetve karcolások jelentek meg a testén, sőt a szülei szerint Roland közelében mozogtak meg a tantja. Állítólag ezt egy lelkész is megtapasztalta, aki kíváncsiságból egy egész éjszakát. Put it back, now just put it back. No, we need my donut, yo! Ennek ellenére ez a történet szolgált alapul a sokak által ismert könyv, jó játék. Az igen, jó játék, hogy kínozódik csak is szegény kis srácot. Az nagyon. 1906-ban, 16 éves korában azt állította, hogy ennek meg is lett a bőjtje, ugyanis Clara egy idő után furcsán kezdett viselkedni, pontosabban idegen nyelveken kezdett beszélni, állati, illetve démoni hangokat adott ki magából, képes volt lebegtetni magát, de ami talán a legfurcsább, hogy egyes szemtanúk szerint látható képességet. Ennél nem is kellett több, mindenki azonnal rávágta, hogy Clarát megszállták a démonok, így nem maradt más hátra, öltözőzést kellett végezni rajta. Állítólag a szertartást két pap vezette le, akiknek két egész napjába tellett. Az elmondások szerint ezt követően a lány teljesen megjavult. Ja, de elold! Nos, erről a történetről a véleményem, hogy itt a lány tényleg semmi, az a holokkém, az is a és amúgy, hogy lehet olyat is. Az orvosok szállították, hogy George gyógyíthatatlan, így mindenki úgy vélte, hogy... I don't like sharper heart things! Két fő.
Nem azt mondtad, hogy meleg ott a víz, de a hal... Halak is melegek? Illetve a halak kihalnak. Erőszakos volt, kutyaként ugatott, sőt állítólag nemzetük himnuszát több alkalommal is visszafordította. Ennek tudatában a papok meg is kezdték George ördögűzését, ami a feljegyzések szerint sikeres is járt, vagyis mind a hét dolgot sikerült.